úgy értékelem, hogy ezt az 1-0-t is nagyon meg kell besülni, még eddig soha nem vertük meg a Videóton, most éppen itt volt az ideje. Szombaton a BLS-e a Videóton 2-t fogadta a Vasváriban. A találkozó 15. percében Mladen Csovics 17 méterről lőtt hatalmas góljával megszerezte a bajai csapata vezetést. Szünetig mindkét oldalon kimaradt egy-két lehetőség, az eredmény azonban nem változott, a BLS-e egykori elnöke azonban nem volt mindennel elégedett. Nagy matag, iramtalan játék van. Fiatal Videóton, rutinosabb, képzettebb baja. Szerintem ennyit lehetett látni az első fél időben. Lesz a vége? Szerintem 2-1-re nyerünk. A VIP szektorban egy becsempészett újpesti bögre okozott fejtörést. Na és hogy került ide ez a bögre? Ezt nem tudom, én biztos vagyok benne, hogy a csapat ellenfelei próbálták szét demoralizálni az egyesületet, de hát vigyázni fogunk erre természetesen, ilyen még egyszer ne forduljon elő. Az, hogy vezetünk, az mindenképpen nagyon jó. Egy picit a helyzetekkel, az előrejátékkal pontosan meg kéne figyelnünk, illetve hát hátul itt ott volt egy-két megingás. Én bízom benne, hogy második fél időre összeszedik magukat a fiúk, én várok még további gólokat. Én remélem, hogy 2-3 góllal nyerünk. Tetszett a mérkőzés, jók vagyunk, remélem így folytatódik a második félidő is, és 2-0-ra győzünk. A 2-0 könnyen meg lehetett volna, ám nagy előd az általa kiharcolt büntetőt nem tudta értékesíteni. A hajrát a vendégek fiataljai bírták jobban, gólt azonban nem sikerült elérniük, így Mladen Csovics találata 3 pontot jelentett a bajának, még ha a szerb csatár pontosan nem is tudott visszaemlékezni mesteri alakítására. Nem tudom. Rúgtam, aztán bemett ennyi, tök mindegy, kirúgok, csak nyerjük meg, aztán ennyi, 3 pont, az volt a lényeg. Nem régóta vagy Baján, sikerült már beilleszkedned, hogy tetszik a város egyáltalán? Nagyon tetszik, nagyon jól érzem magam, itt minden rendben van. Semmi, tovább megyünk. Bognár György csapata Zsinórban 3 mérkőzést nyert meg, így jelenleg a Szigetszentmiklósi elmaradt mérkőzés ellenére 6. a tabellán. Azt, hogy most ezt a 3 mérkőzést megnyertük, és megérdemelten nyertük meg mind a 3-at, tehát nem véletlen művez. Azt gondolom, hogy nagyjából ugyanazon az úton van a csapat, mint tavaly. Egy jó erős középcsapatnak idén is lehet velünk számolni. A 2 héttel ezelőtti Győr 2 elleni mérkőzéshez hasonlóan a hajrában ismét a vendégek játszottak némileg fölényben, így Bognár Györgyöt arról is faggattuk, vajon továbbra is erőléti problémákról van szó. Nem, most nem éreztem akkora fizikai problémát, inkább helyezkedési problémák voltak, főleg a középpen megint nem tudtunk labdát szerezni, nem tudtuk jól megszűrni a támadásokat. A játékosaink nagy része inkább a játékkal próbált foglalkozni, és a védő feladattal nem annyira, bár azt el kell mondanom, hogy ma a védelem nagyon stabilan állt a lábán, tehát a középső védők is azt gondolom, hogy jól játszottak. Folytatás vasárnap a BKV Előre otthonában. Hát a BKV nagyon erős futballt játszik otthon, nagyon-nagyon szervezettek, ha nem is sziporkázó futballról van szó, de egy nagyon fegyelmezett, masszív csapatról van szó, aki ellen bárkinek nehéz dolga lesz. Zöld az erdő, zöld a petrezselyem, nálad rózsám meghűlt a szerelem.